gyakorlatilag mindenki, aki itt van konkurencia, ez egy erős mezőny, gyakorlatilag Magyarország első osztályú mezőny. Én úgy érzem, hogy nagyon jó kis verseny lesz, ütős lesz, szerintem lesz oda-vissza adok-kapok is. Remélem bele tudok szólni majd az élmezőnyben, a későbbiekben. Több versenyző is azt gondolom, hogy beleszólhat a végeredménybe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott formát kell mindenképp hozni, és az első háromba kell végezni minden versenyszámba. Kicsit az atletikusabb számok, ezek a cipelős, pakolós számok, amik jobban fekszenek, úgyhogy mindenképpen ezektől versenyszámoktól várok jobb eredményt. Gyerünk, Andris, ne engedd el! Mennyire szépen leszel? Most ennyire. Benne van az egész lábban. Benne lesznek így is úgy is. Ja. És most indult el! Ez a Zsolti, most már szépen gurul a kamion, vagyis a teherautó. Gyere már, szedje! Az elején egy gödörből kell kiúrni a versenyzőnek. Gyere már, gyere már! Mindjárt benne a célba, csak egy jó becsapás kell a végére. Gyere! És most benne a célba. Molnár Zsolt. Első. 4-5-6-7. Hozok. Az a rá fogod húzni. Elindultál. Gyere még!
2 méter a télig. Hasonlja egy, hogy érd a mújnót. És fent a télban. Még méter a télig. Végére kellene egy jó betobás. Gyere! Gyere! És fent a télban. 51-66. 51-66. Második legjobb idő. Gyerünk, mozog! Taposszat! Kettőj bele újra! Addig kell így húzni, még el nem indul, mindjárt megindul. És most kell szaladni. Az idő is jónak tűnik, nagyon gyors volt a megindítás. Dávid most már csak hajrázni kell be a célig, aztán utána egy jó becsapás. És ez egy nagyon jó idő lesz. Mindjárt ott vagy a célba. És most. 33-72. Ez a... Rúgat. Mindjárt megindul, és megindul. Most már lehet taposni. És most. 3-2-1! Elég, de gyorsan elindult, most állj meg, állj meg! Hát nagyon megy! És most pedig, gyerünk! Ez ideg a leggyorsabb indítás. 45-67 a legjobb idő. Ez egyelőre sokkal jobbnak tűnik. Gyere, most vagy 20 másodperc, gyerünk Peti! 30 alatt Peti, gyerünk Peti! Gyere, még gyere! 25-90, de jó át Péter át a félvezetés. 3-2-1! Ez az. Nagyon jó, gyerünk! Nagyon szép indítás. Nagyon jó, így! Ez az! Taposod! Komoly indítás volt. Gyerünk, nagyon jó lesz! Akár még versenyben lehet a legjobb idővel is. Nagyon jó lesz, gyerünk! Gyere, most vagy 20 másodperc, én vagyok kell úrni! Gyere, vagyok kell! Biztos, hogy az elején fog végezni Boroszki Norbi. 27-61-el a második legjobb idő Boroszki Norbi. Jól sikerült a felkészülésem, tudtam készülni a versenyszámokból is, és az egész sorozatra is. A kamionhúzást mindenképp szeretném megnyerni. Peti, a kamionhúzás után vagyunk, egy tűzoltó autót kellett húzni, ezt sikerült megnyerned. Hogy érezted ezt a húzást? Nehéz volt? Elég nehéz volt a súly, igazából úgy éreztem, pláne úgy, hogy a hatodik versenyzőként jöttem, úgyhogy előttem volt Molnár Zsolti, és amikor láttam az ő 45 körüli idejét, akkor elgondolkoztam, hogy ez elég fiús feladat lesz. Próbáltam a megindításra fókuszálni a legjobban, mert azt láttam, hogy az első fél méter az elég grízes, de úgy érzem, hogy amikor ugyan kötél nélkül, csak hámmal húztunk, akkor is nekem bevált ez a picit beleugrásos módszer. Úgyhogy itt volt pluszban egy készkötél, így én azt gondolom, hogy elég jól elkaptam a rajtot, utána pedig gyakorlatilag taposni kellett végig.
28. Jani, nem baj, most már állítadok. Húzd meg jól. Úgy érzem, hogy a munkát sikerült végezni a télen. Elég sok sikeres edzésen vagyok túl, és ezek a téli felkészülési versenyek is jót tettek igazából a felkészülésnek, de most az elmúlt hetekben próbáltam azért egy szintet lépni az edzéseimben is, ugye emiatt is, hogy a versenyeken is egy kicsit komolyabb szint lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy én úgy érzem, hogy jó formába érkeztem. Én úgy gondolom, hogy egyértelműen a legnagyobb ellenfél az szerintem Molnár Zsolti, Hegedűsár és Boros Adrián lesz a mai nap folyamán, bár több olyan szám van, ahol több versenyző is azt gondolom, hogy beleszólhat a végeredménybe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen súlyozott formát kell mindenképp hozni, és az első háromba kell végezni minden versenyszámba. Figyelj már, az a dőhátra súzd meg!
32-14. Figyelj oda! Kísérd végig! Jó! 41-54! Fény időni vagy, Peti? Gyerünk, kezdve! Jó, húzd meg! Gyerünk, Peti! Van még idő! Igen, dobdál mindenki teljesen. Még 28 van vissza. Gyerünk, Peti, meg kell csinálni. Jó, húzd meg! Csak te! Oda! Peti, sikerült belehibáznod elég rendesen a magas dobásba, mégis meg tudtad nyerni a számot, mert te volt az egyedüli, aki átdobta ezt a mind a hat hordót. Elkapkodtad, szerinted? Na, én azt gondolom, a negyedik hordónál talán ott volt egy olyan hibám, és ezt éreztem már a dobás pillanatában, egy picit belakadt az egyik ujjam a fülbe, és akkor éreztem, hogy korábban engedtem el, mint kellett volna, tehát ezáltal az íve nem volt közel sem olyan. Az megmondom őszintén, az eléggé megzavart. Utána pedig próbáltam egy kicsit lehigasztani magam, hogy az legyen a cél, hogy minden hordót átdobjak. Ugyan az ötödik hordó után azt hallottam, hogy már akkor az enyém a legjobb eredmény, de mindenképp azzal a céllal jöttem, hogy átdobjam az összes hordót. Hát őszinte leszek, tervem az nem volt igazából, meglátom mennyire lesz erő. Igazából ez a 170 is úgy jött össze, kipihenve voltam, jó volt, ugye itt lesz az előtte a kamionhúzás is. Nem tudom, majd meglátom, hogy fogok ráállni. De megpróbálom én is, hogy minél jobbat nyomni. Nekem a 170 is az már egy nagyon egyéni csúcs volt, mert ennyit még nem is nyomtam. 160 volt a legtöbb, ez egy új csúcs, így azt mondom, hogy 141 évesen, azt mondom, hogy mezőnkben ez is kimagasló lesz. Következő versenyszám a röngnyomás. Mit vársz ettől a versenyszámtól? Hát,
Nekem az elmúlt években mindig egy ilyen nehéz szám volt a rangnyomás, bár ugye folyamatosan próbálom fejleszteni kisebb-nagyobb sikerekkel. Így, hogy a harmadik versenyszám a mai napon, így én azt gondolom, minimum egy 150 kilóig el szeretnék jutni, de a 160-nak viszont nagyon örülnék. Azt gondolom, hogy azzal talán az első háromba tudnék lenni. Jó évet várok igazából, sérülésem ellenére. Brachioradiális izomban, bal karomban van egy sérülés, azzal kicsit szenvedek. Próbálom rehabozni, és hogyha karom jól működik, akkor egy jó évet várok ettől. Felkészülésem végig jól ment igazából, gyakorlatilag május elejéig, illetve április elejéig, amikor ez a sérülés az újra előjött. Egyébként jó formában, jó erőm, jó az erőszintem, én erős még sose voltam. Ez a testem engedi, akkor önkben mindenképp szeretnék idén egy országos rekordot dönteni. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Hogy érezted, mi volt a hiba a 170-nél? Hát ugye a hiba annyira nem volt, a sérülésem jött elő. Az tipikus, ugye az a brachioradiális izom van nekem megsérülve, és a felvételhez ez kell. Gyakorlatilag nem tudtam húzni a kezemmel semmit, el sem tudtam indítani a 170-et. Úgyhogy ez nem technikai hiba, ez sérülés. Akkor vége a
van négyes. Egy lehetőséget van. A felkészülésem még nagyon az elején jár. Én még úgy érzem, még van hova fejlődni, sőt vissza is kell térnem rendesen. A régi formámat vissza kell, hogy nyerjem. Hát aztán azon vagyok, megteszek érte mindent. Hát folyamatos a készülés, ugye folyamatos úgymond a fejlődés. Az egész évre tervezem, tehát hogy visszanyerjem a régi önmagam, a régi formát, erőt. És aztán remélem, hogy időről időre jobban tudok teljesíteni, és jobban tudok. Mi lesz a konkurencia? Hát nem tudom, hát mindenkivel szerintem, aztán hát konkrétan, hát akik elő vannak, ugye folytonosan nyilván ők, meg hát én is hozzájuk akarok felfejlődni, tehát Peti Zsolti és társai. Peti, te voltál a leggyorsabb a lengősúly cipelésben, ugye két súly volt, egy 380 kilós és egy 420 kilós. Mi volt a titok szerinted, hogy ennyivel gyorsabban vitted el, mint a többiek? Hát nekem nagyon bemotiváltak a srácok ezekkel a elég komoly időkkel, így, hogy utolsónak tudtam jönni, azért láttam, hogy azért jó páran bevitték, és nem is rossz eredménnyel. Otthon ugyanúgy elpróbáltam ugyanezzel a távval súllyal a számot, otthon jóval kevesebb időt mentem, de azért így, hogy láttam magam előtt, hogy mit kell teljesíteni, így ez egy segítség volt. Meg ugye az volt a nagy titok, hogy nem tetted le, egyszer sem. Ez mindenképp magamtól egy elvárás volt, hogy az az alap, hogy végig kell mennem, és akkor az talán már egy jó idő lesz, de a lehető legjobban kell szedni a lábamot. Az én úgymond súlycsoportomnak vagy kategóriámnak azt mondhatom, hogy egy kicsit az atletikusabb számok, ezek a cipelős, pakolós számok, amik jobban fekszenek, úgyhogy mindenképpen ezekből a versenyszámoktól várok jobb eredményt.
Kicsit ugye a teljesítmény, hát a mai napra, nem tudom, nem vagyok 100%-os, de remélem, hogy elkezdődik az egész verseny, akkor fel tudok rá pörögni. Jó esélye indul itt mindenki, Juhász Peti, Lonci, ugye, Hegedűs Ádám, mind ugye régi versenyző, ugye Gadó Andris is tapasztaltak, Dávid is, én úgy érzem, hogy nagyon jó kis verseny lesz, ütős lesz, szerintem lesz oda-vissza adok-kapok is. Zsolti, sikerült megnyerni a kerékforgatást, te voltál az egyetlen versenyző, akinek ezt 20 másodperc alatt sikerült teljesíteni. Mi a titkod? Hát titok annyi, hogy ez jól ment mindig is, minden évben. Ezt szoktam gyakorolni elég sokat. Jó technikás, nekem ez tetszik nagyon. Ez egy új kerék. Hogy érzed, jó lesz? Szerintem igen, jó lesz, főleg ha előkerül a nagyobb is. Tehát akkor ennek van egy testvére, ami ennél nehezebb? Igen, próbáltuk is már 550 kiló, majd az lesz finom szerintem.
jelenleg. Tomi Dávidát vette a vezetést a kőgólyópakolásba, és most már a negyedik gólyóra megy. Ott a harmadik is. Úgy látom, hogy egyelőre részidőben jó a Zsolti. Ezt a tempót kellene tartanom. 25-88. Nagyon jó vagy, gyerünk! Ezt most rakkör és utána már rájössz a hatodikkal. Ez a beszél. Ide Zsolti, most már maradj ennyi a tempón, ha jól jön és rakkör azt a 171 kilósra. Gyerünk! Meg tudod csinálni! Szorítom! A semmi a főraknál! Gyerünk már! Gyerünk be! Gyerünk! Na mi van? Szóval gyakorlja, most így kell behozzá! Jó, Sarni Ádám is elindult az óra. Most az első. Most a második is. Adjál meg a biztos a végre, akkor az egész sor. Gyerünk! Ez a negyedik is. 28-28. Ez még mindenképpen kell. 159 kg. Gyerünk, Adrián! Gyerünk! És akkor most nincs mi... 40-87. Itt tenni! Fel kell raknod a 171-et. Mi időnél van? Van idő. Meg tudod csinálni? Gyerünk! Ott van őbe! Onnan már megvan! Itt nem már tiéd, nem engeded! Gyerünk! Az ott van! És elengedtek! Gyerünk, mi nagyon kell! Ott az első! Nagyon jó! Kell a 159-es is! Gyerünk, csináld meg a 170-et! 38-16! Te lesz az első, aki végigrakja teljesen a sor! Akkor a 171-nek ott mindjárt őbe van. Ott van őbe. Mindjárt már csak rá kell húznod. Gyerünk, csináld meg! És akkor mindenek csinálja a végig a szagolót, és ezzel túlján átveszi a vezetét. Gyerünk, Peti! Gyerünk, Peti! Még kettő maradt! 19-17! 30 alatt meg lehet csinálni! És Juhász Péter! Megnyeri a mai verseny, és ezt a verseny számot is! 24-84-gyel megnyeri a kőgolyó emelést és a mai versenyt is!
Adrián, sikerrel zártad az első állomást, felálltál a dobogóra. Volt több második helyed is. Hogy értékeled ezt a mai napot? Pozitívan értékelem a mai napot. Volt egy pici felkészülés hiány, időhiány. Úgy gondolom, hoztam a feladatok nagy részét. Volt egy hibám sajnos, ugye a hordót azt eléggé elrontottam, de úgy összességében a többivel, meg a többi versenyszámmal, vagy eredménnyel, idővel viszonylag elégedett vagyok. Kölyögölt akkor azt nem felejtetted el, hogy kell rakni? Azt nem felejtettem el, igen. Azt egyébként egyik kedvenc számom is. Igaz, nem olyan sokat gyakoroltam rá, hordóztam otthon. Kőgolyó imitáció ugyanánt, de jól sikerült, jól ment. Örültem neki, hogy a 170-est is fel tudtam rakni. És a másik kedvenc számod a lengős újcipelés, az hogy ment ma? A lengős újcipelésnél volt egy kis gondom, mégpedig olyan irányban, hogy már kihűltem úgymond, tehát a melegítés és maga a versenyszám között elég sok idő eltelt, így nem éreztem annyira, hát elég nehéznek éreztem viszonylag. Tehát azt mondom, ha még egy kört kellett volna mennem, akkor azt hiszem, hogy talán jobb időt hozok, de egyébként meg vagyok azzal is elégedve. Akkor gondolom, a jövőben folytatódik a felkészülés, és gőzerővel tovább előre. Így van, mindenféleképpen. A kereket sikerült megnyerned, de nagyjából az egész versenyen az élen teljesítettél. Hogy értékeled ezt a mai napot? Hát igazából kamionhúzásnál ott egy kicsit csalódtam. Nem tudom, a többinek olyan könnyűnek tűnt, hogy húzták a végén, hogy most milyen okból, azt nem tudom, igazából nem foglalkozok vele. De nálam nem tudom, egyszerűen nem hiszem el, hogy könnyebb versenyző, hogy ennyire meg tudta indítani, mint én. A többinél úgy érzem, hogy a dobás az jól sikerült. Az utolsót nem tudtam eldobni, a 22 kilóst. Lényegében a lengőnél ott is lehetett volna jobb, ott csak kellett csak 30 centet, hogy bevigyem. Összességében a kőgolyónál ott is jó teljesítettem. Idén nem sokat tudtam kőgolyozni, volt egy sérülésem, ugye az alkarom, meg a bicepsem. Összességében jó sikerült az egész verseny. Második hely, azt mondom, hogy így a mezőnyben szerintem a legidősebb vagyok, úgyhogy meg vagyok elégedve magammal. Kőgolyónál vártad magadtól, hogy felrakod az utolsót is? Igen, vártam, de éreztem, hogy derekam a lengőnél kicsit megsérült, a jobb oldalom szúrt egy kicsit. Kezemre ugye a vax az elfogyott, korán kentem be magam, ugye meleg van, lefolyt, egyből lepörgött. A 159-est is már szinte vax nélkül raktam föl, de meg vagyok elégedve vele, meg lesz, szóval benne volt, hogy meglegyen, de nem volt értelme, hogy kockáztassak, hogy jobban sérüljek. Kerékforgatásnál szerinted mi lehetett a titok, hogy ennyivel gyorsabban fordítottad, mint a többiek? Hát szerintem a balettcipőm, ami ki is csúfoltak, az nagyon jó volt, mert én azt használok ilyen belebújost, sokkal jobb, olyan, mint a betonon állnák, könnyebb is lehajulni, ennyivel nyertem 3-4 centit is, meg szerintem meg robbanékonyan kell ezt csinálni. Nem szabad gondolkodni, forgatni, egyből nyúlni le, mert sokan várják, még leesik a gumi, én nem, ahogy pattan, én már nyúlok is alá, aztán fordítom, itt másodperceket lehet nyerni forgatni. Peti, véget ért a Premium Liga első fordulója, sikerült megnyerned, majdnem minden versenyszámot sikerült megnyerned. Hogyan értékeled ezt a mai napot? Igazából én azt gondolom, hogy az év első elég komoly és nagy súlyos versenye volt, és kihoztam, azt gondolom, majdnem magamból a maximumot, azért mondom, hogy majdnem, mert ennél a gumiforgatásnál hát egy kicsit rosszul oldottam meg a feladatot. Ugyanigazából egy alapvető problémám van, amit ugye nekem kell majd kiküszöbölnöm a jövőben, hogy olyan eszközzel gyakorlok, mint ami lesz a versenyen. Ugye nekem traktormintás gumim van otthon, ugye az egy teljesen más kávéház, itt ez ugye sajátos technikát követel, úgyhogy igazából ezt mindenképpen pótolom kell az jövőbe. A többi versenyszámnál igazából azt gondolom, hogy magamhoz képest jól teljesítettem. A magasbadobásnál egy picit azt a kapkodást sajnálom, de viszont a kölygó jó pakolás az kárpótolt, én azt gondolom, hogy ez egy látványos számgyőzelemre sikerült. Így van, nagyon nagy idő fölénye nyerted a kőgolyót, valószínűleg ennél már nem is ment volna gyorsabban, vagy ha gyorsabban is sikerült volna, nem hiszem, hogy ennél sokkal lejjebb tudtad volna faragni az időt. Igen, azt gondolom, hogy még az utolsó kettő golyót, ha esetleg annyit tudnék még erősödni, hogy ölből, hogy egy húzásból tudnám feltenni azt is az állványra, akkor még azzal lehetne faragni egy pár másodpercet, de egyébként azt gondolom, hogy az is volt a cél, hogy a négyet felhúzom, felteszem egy húzásból, és a másik kettőt pedig már beültetem, és akkor úgy, de mindenképp szeretnék az éven egy ilyen 220 körüli golyót tenni. A gumiforgatásnál akkor az volt a baj, hogy szokatlan volt a mintázat, hiszen ugye ez egy rakodógép kerék volt, és neked meg inkább traktorkerék rutinod van ezek szerint.
Igen, hogy ott a traktorkeréknél annyi más a különbség, hogy mind a kettő kezemmel gyakorlatilag teljesen alá tudok nyúlni a kerék alá. Ugye ez egy másik technikát követel, vállal vagy mellelő picit meg kell tolni, hogy alá férjen az ujjam. Ugye ez a hiány ugye most eléggé kijött, aztán mindenképp ezt pótolni kell a jövőbe.